Szép nagy esőre ébredtünk reggel is, aztán megyünk tovább ide az Istenvé háta mögé, valami 10 kilométerre, valami egy sziklához. Megérkeztünk. De jó lesz. Hol megyünk, tudod? Látok ott állnak fenn. Jaj, ez fizetés. Hát akkor ez nekünk kilőve. Egyértelmű. De akkor visszább, ott volt hely. Aha, ott a kapu. Ott volt a sorompó. Nem baj. Amúgy is a lenti volt beütve. Vannak se rossz ott lent. Persze, hát hova más, hova? Megérkeztünk a Point de Rasshoz. Itt lenne a hivatalos parkoló, de a lakóautóra azt hiszem 4 euró, vagy 6. 6 és fél. Úgyhogy hát annyiért kenjék a hajukra, és akkor hát ott van egy étterem. Igazából nincs nagy dömping. Annak a parkolóba álltunk meg, mondjuk ki van írva, hogy privát. De... na hát el van. Majd legfeljebb beülünk egy kávéra 1,80, még akkor is jobban járunk. Itt láthatóak az árak, amik nincsenek elaprózva egyáltalán. Lakó kocsival, ha jönnél, akkor 15 euró. A mikrofon megint nem hoztunk. Ott állnak benne azért lakóautósok. Ja, de amúgy azért 30 perc ingyen van. De annyira alatt nem hiszem, hogy meg tudod nézni. Egyébként az első fél óra ingyenes. De hát szerintem egy fél óra alatt nem lehet ezt megnézni, hogy van kitalálva, hogy is belecsúszol, és utána már nem az, hogy óránként, hanem az egész nap, gondolom 6,5. Egy bazás volt, azt leraktak ide azért. Nem leszel elengedve, mert itt nyulak vannak. Kritollázik. Még egyet nem csapott a szárnyával. Ez a hely egyébként a térképen megvizslatva Franciaország egyik legnyugatibb pontja, és majdnem legnyugatibb. Határ esett ott Brest-tel, de ez egy ilyen szintű kiszögellés az egész. Bácsék maszkban a semmi közepén szelfiznek. Na gyere, már ne nem fotó! A ponton már nem szabad messzebb menni, vagyis a tábla tanúsága szerint ki lehet, csak itt már extrém nehéz, és csak saját felelősségre lehet ezt megtenni. Meglepően nagy itt a szélcsend, itt egy ilyen... Ja, ez a nagy szikla itt felfogja. Kicsit olyan, mint Entekére. Ja, és pont nekem torkál jutott róla eszembe. Jól ráépült ezekre a sziklákra itt az egész turizmus. Parkolódítól kezdve éttermek, szuveníres boltok,
igazából így ki van ezt találva. Elég rendesen. Itt a tábla, amit mondtam, és igazából ki lehet menni. Ott is, mint látjátok, van egy ösvény. De hát ott leesel, és ott hello. És itt látszódik ez a nagy szirt, ahol vagyunk, és mi itt állunk a végénél, ideig mentünk ki. Úgyhogy ez itt egy nagy kiszögellés. Ez pedig egy ilyen visszakicsinyített változat. Ha nem esett volna az eső, akkor ilyen képet tudnánk csinálni drónnal. Mondjuk ez elég rossz minőség, de ilyet valami hasonlót. Nagyon szép. Ideig jöttünk mi ki. Igazából nem az esővel volt a baj, hanem a széllel. Azt, micsoda helyen vannak ezek a házak. De egy kis tó nekik. Itt álltunk meg ezen az idilli helyen kajálni. Kitty itt főzőcskézik, és itt pedig ezt látjuk az ablakból. De nem rossz látvány, nem? Igen, egyébként ott voltunk, ott ugye szemben. Honnan jöttünk most? Ó, van itt több malom is. La Mancha szélmalmaihoz képest ezek. De ezek más milyenek. Tök másképp néznek ki. Turistára is ez, hidd el, csak ilyenkor nem teljesen. Táblának nem menjünk neki, de sem. Convoy exceptionnel. Megjöttünk a malomhoz, egy malomhoz, itt megálltunk, hát az idő az megint olyan, amilyen, hol esik, hol nem, már megint elkezdett szemerkélni, látjátok a traktorosok itt jönnek, mennek az úton, ilyen mocskos még nem volt pumukli, ilyet nem is láttunk, hogy sál felhordás lett volna ilyen dolog, tehát ez már egy más világ. Hú, itt is nézzétek meg, még a motor is olyan lett, hú, be kell fújnom a láncot. Nem oda megyünk, ahova indultunk, megnézzük, mi van itt. Sajnos drónozni megint nem fogunk, mert pötyörög az eső, úgyhogy menjünk a malomhoz, és hát ha malom után megáll, és akkor drónozunk egy picit, mert a szél az viszont megállt. Eddig nem esett, és most megint frankón elkezdett esni. Úgyhogy reméljük, hogy az erdőben legalább nem fog annyira esni. Kutyák is jó megáznak legalább, meg mi is. Hely, de jó. Új, itt a malom. Thank you.